Sziasztok, én Szeri vagyok, és ahogy láthatjátok, World of Tanks ezünk, mégpedig a Tier 7-es Onival. Próbálunk majd gyűjtögetni egy kis XP-t, hogy közelebb kerüljünk a 8-ashoz, hát vágjunk is bele. 150 mm-es löveg van felrakva a tankra. Secret Volley-ba kerültünk, Tier 8-ba, és hát IS-3, Tigris 2, VK, úgyhogy még egy oné is van, szóval töltöm a robbanót. Van két darab arti is, szóval minél előbb fedezékbe kell vonulnunk. Ez legyen az elsődleges most, hogy ez lesz, úgy gondolom. És töltöm is be a robbanót. Mert IS-3-ot még szerintem még goldal sem fogjuk beütni szemből, úgyhogy maradjunk a biztos sebzésnél. Egyszer csak. Hol is vagyok? Igen, hát egy kicsikét rossz irányba indultunk, hát ezt benéztem így az elején. Na nem baj. Így gyorsan megfordultunk, hát viszonylag gyorsan. Leopárd meg jön spotolni. Hát itt valószínű, hogy én már fel vagyok spotolva. Nincs hatodik érzékem még. Na hát ez egy lopás volt sajnos. Hát valószínű, hogy át tudtuk volna ütni. És hát ennél jóval nagyobbat is tudtunk volna sebezni bele, de hát beérjük ennyivel is, megvan az első killünk. Hát az arti meg ide koncentrál, hát IS-3-os megkapja. Ta volna, hogyha nem 056-os szúrásom lenne, és a lövedék nem suhant volna el a tank teste fölött. Hát itt azért már jóval több sebzésünk is lehetett volna, hogyha a játék is úgy gondolja, hogy ad rá esélyt. Ezért most már csak eltaláljuk. Visszahúzódunk egy picit, mert félünk az artiktól nagyon. Ó, igen, meg is jött az első arti lövés. Sebzést cseréltünk. M44 golddal. Na hát innen úgy gondolom, hogy egy picikét elvonulunk. Hát talán ide már nem tud belőni majd az arti. Hát ezt az oldalt, ezt áttoljuk. Csak az a baj, hogy nagyon-nagyon ide néznek az artik. És bármelyik most már egy lövésezni tud. Hát úgy látszik, hogy megtisztítják itt a terepet a csapattársak, úgyhogy visszafordulunk a másik irányba. Igen, ezeknek a kínai, vagyis hogy japán heviknek a legnagyobb ellenségei az artik. Óriási célpontok vagyunk, lassúak is vagyunk, az álcánk az gyakorlatilag nulla. Hát egy ilyen TD üzemmódba kéne kapcsolnunk. Hát
az is was pont nem fog engem kiengedni, úgy gondolom. Na, még egy kill. Hát sebzésünk az nem nagyon van. Inkább ilyen lopkodós meccs. Na hát itt van a Panther 2 is. Még egyet sikerült belehúzni, ez a kill most nem a miénk lett. Még egy csitó valahol, meg egy AMX mögöttünk. Aha, jól van, 4 HP-n maradtunk sajnos. Csúnyán sikerült kijönnünk. Az AMX ez valószínű, hogy folyamatosan spotol engem. És a robbanó lövedéken pedig elakadt a kerítésben, nem baj. Az is úgy intézte a dolgot. Hát van még itt 2 tank velünk szemben, hát egy TD meg egy médium. Hát úgy gondolom, hogy megvárjuk a spotot, mert hát 4 HP-val még a csitó is robbanóval is kikapna minket szerintem. Hát is bátran megy spotolni. Na, hát és még ilyen távolságban sikerült eltalálnunk. És majdnem már lesebeztük a HP-nkat. Hát úgy gondolom, hogy innen nem is nagyon fogunk tovább menni. És most már azért megvan a HP-nk, lesebeztük szerencsére. Hát a végére egy ilyen kis sniperkedés. Na és meg is nyertük. Hát az Arti az szépet belénk húzott golddal. Ó, 10 gold, 1300 XP. Na és már 50 000 XP-nél tartunk. Hát igen, még kell, vagy 50 valahány ezer. Sőt, 60 ezer körülbelül, nem 50. Ja igen, van szabad XP-m is, jól van. Na hát guruljunk is még egyet. Reméljük, ha hasonló, vagy ennél jobb meccset sikerül kifognunk. Nos hát, 2 hammel. Hát ők nagyon gyorsan lőnek. Körülbelül tőlük félünk a legjobban. Hát 110 VZ, 111. Lehet, hogy megkockáztatom én, hogy nem robbanóval fogok menni. Hát igazából a 110 az, akit nem ütünk be szemből. Na hát kipróbáljuk ezt a gold lőszert.
150 mm lesz vele az átütésünk, hát a WZ 111-nek van vagy 70 mm-es alváza, szóval azzal nincs baj. Centurionnal sem. Hát a Jagdtiger 8-8-assal, hát azzal már lehet probléma. Meg a 110, összes többit be fogjuk lőni. Igazából a Golddal arra kell figyelnünk, hogy ne láncot lőjünk, mert azt tapasztalatból mondom, hogy elég gyakran sebzés nélkül be tudják nyelni a lánctalpak, meg a modulok. Az én is a 150-es löveg van. És a WZ 111 nem erre jön. Helyette kapunk egy IS-2-t. Na hát, és a borszig is itt van valahol. Meg a 110, aminek nem nagyon örülünk. Az a baj, hogy a borszig az ránk lát. Tiger P is itt van valahol. Úgy gondolom, hogy lehet, hogy itt robbanóra fogunk váltani a következőre. Nincs időm becélozgatni itt az alváz, vagy a gyenge pontokat. Na hát Golddal még a felső frontját is bevágtuk. Mákos lövés volt, nem baj, töltjük be a robbanót. A Centurionba jó lenne belehúzni, de hát ő valószínűleg be fog ütni minket lazán. És lepattant szerencsére. De a Cent az ott is maradt. Lelőttük a láncát valószínűleg. Ugye 110. Tiger P ránk lát. TTB. Biztosan úgy van. Hát én a 110, meg kéne próbálni úgy beállni, hogy ne tudjon átlőni minket. Hát az a baj, hogy itt a háttérben azért még segítik őt. Azt a mindenségét, neki átütöttük. Hú, mekkorát húztunk vele. Meg ki is gyújtottuk. Hú, ez nagyon mákos lövés volt. És már csak az a baj, hogy nincsen spotunk, és nem akarok kimenni a nyílt terepre, mert mind a két artéletben van még.
Hát ha ott a vézét kikapják, akkor erre is jöhetne valaki spotolni. Hát a fél HP-n megvan, de ha az Artik ide néznek, akkor vége. Meg a Jack Tiger az, meg a Borsig is itt van sajnos. Hát mind a kettő lazán be fog ütni engem. Hát igen, írják is, hogy spot kéne. Azért jóval mozgékonyabb, mint én, meg kisebb célpont is. Tiger P kapott is egyet. Meg még egyet a másik 150-es 150 millis lövegtől. Igazából nem nagyon akarok előre menni, mert a Borsig még ott van valahol. És ezt elcsesztem. Kimátrixozott, de hát úgy lehet, ó, RL, hát a Tigris P-re, hogyha rámegy, akkor az ott meg lehet, úgy is van. Már csak az Artiktól kéne, vagy az Arti lövéseket kéne megúszni. Szerencsére nem engem lőnek. Na, és ez is megvan. Na, még egy Borsig van valahol itt. Hát én lehet, hogy megvárom, még a csapattársak ott intézkednek. Legalább a másik Artit. Hát a Borsigtól még egy lövést kibírunk. Legalább az Arti eltűnt. Hát a Borsiggal hát nem sok esélyünk van így. Fel fog minket spotolni. Ott az RH-m, hát még akár egy lövéssel is beadhatja. És kikapták sajnos. Hát az F-ünk az nem AFK, úgy néz ki, de...
Na. És a tájp is itt van mögöttem, hát a borcig az most már kikap. És egy másodpercen múlott, hát meglátjuk. Hát ez rekordsebzés egyébként. Hát az arti, az nem tudom, megnézzük az artit, hát hogyha... Hú, izgalmas volt így a végére. Beadhatta volna egyébként a borszigot, és akkor talán több esélye lett volna az artinak is, mert minden bizonnyal, hát a Type 62 az kikapott volna. Fú, milyen szép nagyokat sikerült lőni robbanóval, ez igen. Örülök, hogy sikerült felvenni ezt a meccset, hát remélem az arti az még le tudja hozni egyébként, mert hogyha nem egyszerre támadnak, akkor az arti még lehozhatja. Igazából nem is kell eltalálnia, mert a Borsignak 100 körüli HP-ja van, vagy nem is emlékszem, a körül maradt. A Type-nak sincs 300-nál több, vagy sokkal több. Igazából még sikerülhet. Ó, na, sikerül? Nem sikerül, sajnos mellé lőtt. Na hát, de ez a meccs akkor is szerintem elég jóra sikeredett, tehát ennyit még nem sikerült sebeznem ezzel az Onival. Na hát, tankmester, nagy kaliber, gyújtogató, 4600 sebzés, 2000 lepattanó, hát ez egy elég jó kis meccs volt. Na hát én akkor úgy gondolom, hogy nem is kísértem tovább a sorsot, mert ennél jobb meccset nem valószínű, hogy tudunk menni. Úgyhogy ebben a videóban ez a két meccs lesz. Na hát akkor én Szeri voltam. Ha tetszett a videóm, akkor iratkozzatok fel a csatornára, vagy lájkoljátok. Na sziasztok, pápá!